Most ebben a videóban, amint a mellékelt ábra is mutatja, arról lesz szó, hogy hogyan védekezhetünk a koronavírus ellen. Azelőtt elmondanám, hogy én a témáról már korábban készítettem két videót, amit ajánlok a kedves hallgató figyelmébe. Az egyik videó az a címe a legelső videónak, hogy hogyan terjedt a koronavírus Székelyföldön, ugye zárójelben. Mivel, mint tudjátok, én székelyföldi vagyok, én úgy gondolom, hogy nekem elsősorban az itteni emberek, itteni embertársak figyelmét kell felhívnom arra, hogy mi történik a világban, mi történik a médiában, és hogyan úszhatja meg ezt az ember, ezt a vírusfertőzést, ami történik itten globálisan. Sajnos az van, hogy már Székelyföldön is úgymond bejött, betört ez a koronavírus pánik igazából. Tehát először az embernek az elméjébe jött be, mint tudjuk. Az, hogy fizikálisan meg fog ez nyilvánulni, hát én remélem, hogy egyhamar nem, de viszont sajnos a hazugság erői nagyon szorgosan dolgoznak, nagyon jól motiváltak, mert a média nagyon jól meg van fizetve, a média munkatársai jól meg vannak fizetve. Akik terjesztik a koronavírust az emberek elméjébe, az emberek szellemiségébe, azok a személyek nagyon jól motiváltak, általában jó pénzt kapnak, és megéri ezt a pánikot terjeszteni itt Székelyföldön is. Nem beszélve azokról az önkéntes jelöltekről, akik ugyanazt a információt, ugyanazt a hazug információt, amit a főáramú média megoszt az emberekkel, terjesztik teljesen önként. Tehát ugyanazt a hazugságot pénz nélkül, díjmentesen terjesztik az interneten, hogy minél több ember megfertőződjön. Ez van sajnos. Én próbálok Isten segedelmével rávilágítani a dolgokra azon személyek kedvéért, akik nem hisznek, nem tudnak hinni a médiában, és tudják, hogy a kicsi kutya nem oda van elásva, ahova mutatják nekünk, hogy el van ásva. Tehát én mindenképp javaslom a kedves hallgatók és nézők számára, hogy nézzék meg ezt a két videót. Először azt, hogy hogyan terjedt a koronavírus Székelyföldön, és a másik az, hogy a média hazudik. Mind a kettőben szó van arról, hogy elsősorban hogyan terjedt a koronavírus. Nyilván, hogyha az ember felteszi ezt a kérdést magában, vagy magának, vagy embertársainak, hogy hogyan úszhatná meg azt, hogy megfertőződjön a koronavírussal, hogyan tud védekezni a koronavírus ellen, először fontos megnéznie, megvizsgálni azt, hogy hogyan terjed a koronavírus. Aki nem tudja, hogy hogyan terjed a koronavírus, az nincs ahogy megvédje magát. Azzal szemben. Ez teljesen nyilvánvaló, szerintem ebben nincsen semmi logikátlan. És én már itt a videó elején a türelmetlenek kedvéért elmondanám azt, hogy nyilván azt is mondhatnám, hogy úgy lehetne védekezni a koronavírus ellen, hogy az ember kikapcsolja nem csupán a televíziót, hanem az internetet, a Facebookot, a YouTube-ot. Kikapcsolja azt. De viszont ez nem elegendő. Ez egy hamis információ magában, ez egy részinformáció, ez egy részigazság. Ez sajnos senkinek nem tud segíteni. Tehát, hogyha valaki azt mondja neked, akkor többet ne Facebookozzál, vagy ne YouTube-ozzál, vagy ne nézzél televíziót, az rajtad sajnos nem fog segíteni. Teljesen biztos. Ennél sokkal többre van szükség. Ahhoz, hogy valaki elejét vegye ennek a fertőzésnek, megelőzze valamiképp azt, vagy védekezzen ellenem. És én beisteném a képernyőre, hogy egy kedves barátom milyen videót készített erről a dologról. Egész pontosan arról, hogy
kikapcsolni a televíziót és az internetet önmagában nem elegendő. Tehát csupán azáltal, hogy én elforítom a tekintetem az úgynevezett koronavírustól, meg az összes többi propagandáról, azáltal én nem tudok megmenekülni. Azt mondanám, hogy ez a döntés szükséges, de viszont nem elégséges. Azt mondja egy kedves barátom, hogy a képernyőre betettem a videót, hogy ne leplezd le a halált, ha nem tudod bemutatni az életet. Kedves hallgatók, a média mit csinál? A média azt csinálja, hogy ő sokszor leleplezi a halált, leleplezi a hazugságot, de úgy, oly módon teszi azt, hogy közben nem tudja megmutatni az életet. Nem is akarja egyrészt, és nem is tudja megmutatni az alternatívát, az élő alternatívát, az élet alternatíváját az emberek számára. És hogyha valaki úgy leplezi le a halált, vagy a hazugságot, hogy közben nem mutatja meg az életet, vagyis az életnek a lehetőségét a kedves embertársai számára, az ember még többet árt az embertársainak. Ez a videó egyébként erről szól. Nagyon szépen elmondja ez a srác, hogyha valaki leleplezi a hazugságot, a halált embertársai számára, de nem kínál, nem mutatja meg számukra az alternatívát, az életet, az élet útját, az a személy gyakorlatilag megölte az embertársát. Pánikot kelt az ő elméjében, és az ember sokkal hamarabb el fog pusztulni, hogy igazából. Hogyha nem lett volna leleplezve számára a hazugság, akkor talán egy picivel tovább élne. Később bolondulna meg, később kattanna be, vagy később kapná el a fertőzést, vagy később temetnék előtt. De viszont így, hogy valaki szorgalmasan leleplezi számára a hazugságot, a halált, megmutatja, hogy hol van a halál, hol van a fertőzés, de nem mutatja meg az életnek az útját. Azzal, hogy gyakorlatilag nem tett mást, mint átpasszolta az ő embertársát, a kedves hallgatót, a kedves felebarátját a halálnak. Azt mondta, tessék, itt van a barátom, nyugodtan falt fel, ugye az oroszlánnak. Ezt teszi a média egyébként. Nagyon sok ember a YouTube-on, a Facebookon ezt teszi. Tehát terjeszti a pánikot önkéntesen, ugye? Pénz nélkül ráadásul. Tehát már úgy igazából nincs is szükség ilyen főáramú médiára, Origo, meg mit tudom én, HVG-re, mert az emberek önkéntesen terjesztik a hazugságot. Annyira be vagyunk csapva, hogy önkéntesen terjesztjük a fertőzést egymás között, és azt hiszük, hogy jót cselekszünk, de közben nem. Mert azáltal, hogy én felhívom a figyelmet a közelgő veszélyre, azáltal csupán pánikot keltettem az embertársam szívében. És az nem képes megmenteni őt. Ez van? Ez van? Én a videó elején a türelmetlenek számára elmondom a megoldást, nagyon röviden és tömören, és utána meg fogunk nézni egy kis híradót más szemmel. Az itt mondom el, az itt tartom fontosnak elmondani a megoldást, már a videó elején, hogy aki nincsen megbékülve az én stílusommal, az én beszédemmel, az legalább vegyen tudomást arról, hogy hogyan tudná megmenteni magát és a saját családját. És lehet, hogy ő majd az információt, a szükséges információt meg fogja kapni a megfelelő forrásból, nem tőlem. Mert mint tudjuk, nem vagyunk teljesen kompatibilisek egymással, nem mindenki szereti az én beszédstílusomat, az én előadásomat, úgyhogy ezzel semmi gond nincsen egyébként, senkire nem haragszom, aki nem szereti az én modoromat, ha úgy tetszik. Tehát a válasz a kérdésre, hogy hogyan tudja megvédeni magát az ember, magát a családját, hogyan tud védekezni a koronavírus ellen, nagyon egyszerű. Először is, mint mondtam, fontos megtudja, hogy hogyan terjed a fertőzés. Hogyan terjed a fertőzés? Aki azt nem akarja megtudni, nem akar tudomást szerezni, hogy hogyan terjed a koronavírus, hogyan terjed a fertőzés, az nincs, ahogy megvédje magát, ugye? És másodszorban
meg kell ismerje a védekezésnek a módját. A védekezésnek a módja, kedves hallgató, nagyon röviden és tömören, nem más, mint az igazság megismerése. Aki nem ismeri az igazságot, az teljesen biztos, hogy teljesen fölöslegesen megy el a kórházba, a poliklinikára, hogy beoltassa magát, teljesen fölöslegesen vásárol ilyen maszkokat, ugye, amit már lehet látni Székelyföldön is sajnos, borzalom. Engemet kiráz a hideg. Sajnos be kell valljam a bűnömet mindenki előtt, hogy én amikor erről hallottam először is, hallottam, hogy mik történnek Kínában, meg Magyarországon, meg már Székelyföldön is, én elröhögtem magamat, Kínomban talán. De végül az Úristen megvádolt engemet, azt mondta, hogy várjál csak, mert nekem nincs jogom nevetni az embertársaim nyomorúságán. Nem az én dolgom, hogy kinevessem embertársaimot, hanem az én dolgom az, hogy féltő szeretettel felhívjam a figyelmüket a veszélyre. Nem a koronavírusra, mert úgy igazából tudjátok jól, hogy az előző videókban a média hazudik meg abban, hogy hogyan terjed a koronavírus, én elmondtam, hogy igazából nem a koronavírus a veszélyes, az nem veszélyes önmagában, és be is fogom bizonyítani, hogy a koronavírus, vagy bármilyen fajta vírus önmagában nem veszélyes. Szükséges hozzá média, szükséges hozzá propaganda, szükséges hozzá hazugság, az a vírus, ami bekerül az embernek az elméjébe. Annélkül nem tud működni a vírus. Semmilyen vírus nem tudja megölni az embert. Ezt Jézus elmondta, de senki nem kíváncsi rá. Mindenki vallásokat követi, mindenki tapsolni jár, mindenki dicsőíteni jár, de az ő szavát, az ő beszédét, az ő tanítását senki nem ismeri, senki nem ismerte meg személyesen őt. Ezért nem tudja megvédeni magát a legtöbb ember. Tehát lényeget megint elmondtam, ismételten elmondtam, hogy a vírus a szellemben történő fertőzés nélkül erőtlen, nem tudja az embereket megfertőzni. Ezért van szükség a főáramú médiára, az Amerikából irányított, központosított főáramú médiára. A HVG, Origo, Hír TV, ATV, stb. A társai. Tehát nélkülük a koronavírus nem tud terjedni. Az internet nélkül sem tud terjedni a koronavírus. A Facebook nélkül sem tud terjedni a koronavírus. A YouTube nélkül sem tud terjedni a koronavírus. Mert önmagában a vírus erőtlen, erőtlen. Hogyha az embernek a szelleme nincsen megfertőzve, nem tudja elkapni a koronavírust. Egyszerűen. Főképp az az ember, akinek a szellemében, az a lelkében igazság lakozik, igazság honol, az az ember végképp nem tudja elkapni a koronavírust, mert immunis rá, mert erős az ő lelke, meg van erősödve az igazság által. És itt elmondtam a lényeget. Azok számára, akik unják az én szövegemet, az én stílusomat, elmondtam a lényeget, hogy mi szerint az az ember, aki megismeri az igazságot, ami az evangélium, Jézus szavai, tanításai, aki személyesen megismeri az ő szavait, és megérti azt, megszereti azt, az az ember védve van mindenfajta vírussal szemben, mindenfajta propagandával szemben. Aki azt nem ismeri meg, aki a vallásokat választja, aki a brit tudósokat választja, aki a National Geographic-et választja, aki a Hír TV-t választja, az ATV-t választja, a romániai televíziókat, lapokat választja, aki a Facebookot választja, a YouTube-ot választja az igazság helyett, nincs ahogy megvédje magát, nincs az a maszk, nincs az az antibiotikum, és nincs az az oltás, ami megvédhetné őt, fölöslegesen pazarolja a pénzét az ilyen dolgokra, mert nem tudja megvédeni magát semmiképp. Nincs ahogy megvédje magát. A lényeget elmondtam. És akkor most én be is tenném a képernyőre azt a filmet, azt a híradót, ami gyakorlatilag erről beszél, ami felkeltette a figyelmemet, az érdeklődésemet, és úgy gondoltam, hogy talán jó volna ezt a híradót megnézni egy másik szemszögből is, hogy hogyan programozza teljesen, tehát úgy mondjam, báránybőrbe öltözve programozza az embereket, fertőzi az embereket a híradó. Mindenféle híradó. A híradónak nem azért kapja ő a mammont. Tehát a híradót a mamma irányítja, a pénz irányítja. Tehát nem azért van befektetve több millió dollár, vagy több százmillió dollár a médiába,
a különböző televíziókba, a híradóba, a látványba, a profizmusba, a technikába. Nem az itt van befektetve az a rengeteg pénz, az a rengeteg mammon, hogy az embernek elmondja az igazságot. Miért? Azért, mert Jézus elmondta, hogy az igazság ingyenes. Aki az igazságot meg fogja ismerni, teljesen ingyen hozzá fog jutni. Nem, nincsen szüksége sem ATV-re, sem Németh Sándorra, ugye a főnökre, sem az összes többi ilyen portára, amely ugye figyelmezteti az embereket arra, hogy jön a veszély. Nincs szükséged semmire az ég adta világon. Nincsen szükséged pénzre, hogy megismerd az igazságot, és szabaddá váljál általa. És Jézus elmondta, hogy ahol a pénz, ott van a hazugság, ott van a sátán, úgymond. Itt van a sátán a képernyőn most éppen. Be is teszem, hogy mindenki lássa, hol van a sátán. Nem ez a bácsi. Ő is egy megtévesztett, aki jó pénzért terjeszti a propagandát, a hazugságot, azt a hazugságot, amely igazsággal van fűszerezve. Igaz gondolatokkal van fűszerezve, kedves barátom. Többször elmondtam már, hogy ahhoz, hogy a hazugságot be lehessen adni az embereknek, ahhoz szükséges az igazság. A hazugság erői, a hazugság hatalma, azoknak a képviselői, ők is ismerik az igazságot, Jézust. A megtévesztő az igazsággal kísértette, a részigazsággal. Ugyanígy az ATV-ben is elmondják, az ATV-ben, nem ATV, ATV-ben, ott is elmondják részben az igazságot, de viszont az igazság mellé, amit az ember befogad, gyorsan odafűzik a mérget is, befecskendezik a mérget az embernek az elméjébe. És ebben a videóban megnézzük, hogy hogyan fecskendezi be a mérget a főáramú média az embernek az elméjébe. Miközben beszél az igazságról is. Persze. Erről korábban szóltam, hogy az igazságot azért használják fel a különböző médiumok, ugye televízió, tehát nem a televízió, hanem úgy általában a média, tehát a Hollywood, a híradó, a színház, meg az iskola, meg minden az a vallások, ők felhasználják az igazságot, mert az igazság képes csak megnyitani az embert. Az igazsággal nyitják meg az embert. És miután az ember megnyitotta az ő elméjét, az ő szívét, utána befecskendezik a mérget az ő elméjébe. Így működik az ATV. Németh Sándor bácsinak a televíziója is, amit jó pénzen megvásárolt, és nyilván nem azért vásárolta meg, hogy veszítsen rajta, hanem azért, hogy nyerjen rajta, hogy még hatékonyabban tudjon működni az a programozás, ami globálisan, világszinten működik. Oké, indítsuk el azt a videót, lássuk, hogy mit mond ez a bácsi. Eleve meglepő az, hogy én nem is láttam még ilyent, ugye ők már modernizáltak, mert ilyent nem igazán láttam mostanig, hogy a stúdióba bevittek egy kutyát. Jó, hogy ne vittek be egy csődört oda, hogy ott a nyerítsen ott a háttérben, hogy legyen zenei aláfestés, egy ilyen természetes zenei aláfestés. Őrültség, oké. Nem akarok gonyolódni, tényleg elnézést kérek. Néha nem tudom megállni egyszerűen, mert akkor a fájdalom van a szívemben, amikor látom ezt az őrültséget, ami történik a világ médiában, hogy néha nem tudom megállni, hogy kínomba egy-egy ilyen ironikus megjegyzést elsüssek. Na, egyelőre még csak ott tartunk, hogy egy kis ilyen pulikutya, vagy nem tudom milyen kutya van az asztalon, és nem egy csődör, és nem egy elefánt. De úgy néz ki, hogy még így is működik a híradó, tehát... De lehet, hogy sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha bement volna ugye egy farmra, egy mit tudom, egy istállóba, kutyapajtába, és annyit nyomatták volna ezt a közvetítést. Oké, nézzük meg, miről beszélnek. Ugye úgy tudjuk, hogy jobb félni, mint megijedni, bár ezek a szólások, megmondások sokszor jól hangzanak, de sok konkrét helyzetre nem igazak. Megfelelő tájékoztatást kapunk-e a koronavírusról? Elég-e az, hogy mindenki fel van készülve, ugye ez a hivatalos állásfoglalás? Mi van akkor, ha... Hát ő is a hivatalos állásfoglalást képviseli, most ő itt úgy próbálja beállítani magát, ez az úriember, meg az ő általa propagált közleményt, hogy ő különleges, különlegesebb, mint a többi. Erről többször beszéltem, hogy általában minden szekta ugyanezt csinálja. Tehát a vallási szekták is ugyanazt csinálják, hogy úgy állítják be az ő mozgalmukat, irányzatukat, szektájukat, hogy ők különlegesebbek, mint a többi. Tehát tudjuk róla, hogy a hídgyülekezete az különlegesebb, mint a katolikus vallás. Ugyanígy a Jehova tanúi, ők is különlegesebbek. A baptista mozgalom is különlegesebb. Az ATV nyilván különlegesebb a hírtelevíziónál. Tehát a lényeg az, hogy az ember az ATV-nek a rajongója elhiggye, hogy itt egy nagyon különleges információval fog találkozni.
Tehát, és persze ezt mindenki használja, ezt a cselt, talán még én is. Én is használom, hogy én különlegesebb vagyok, mint a többi youtuber. Nem vagyok különlegesebb, az az igazság. Én is ugyanúgy be vagyok csapva, mint a legtöbben, tehát itt nem erről van szó, nem erről kell vitázunk. Ez egy ilyen érdekes kis stratégia, tiszta pszichológia az egész, hogy amikor az ember elkezdi a mondókáját, akkor úgy állítja be magát, hogy ő különlegesebb, mint a többi, hogy ő aztán másképp fogja majd találni, prezentálni a híreket. Nézzük tovább. Bejön a járvány, amiről amúgy sok szakember azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy bejön-e, hanem az, hogy mikor. Tehát ugye itt már a propaganda, ugye, tehát a nagy különlegességében ugye elstötte az, hogy mindenképp be fog jönni a járvány Magyarországra. Nem az a kérdés, hogy mikor fog bejönni, hanem az, hogy nem az a kérdés, hogy bejön-e, hanem az, hogy mikor. Tehát ennyit a különlegességről. Ezek a képek valóban ijesztőek. Most én nem vagyok ilyen meggyőződve arról, hogy ez teljesen valóságos, és nem egy megrendezett színjáték, mert tudjuk jól, hogy a média hazudik. Tehát a média hazudik. Aki ezt nem akarja tudomásul venni, hogy a média hazudik, és még mindig a médiából kajál, a médiából veszi a szellemi táplálékot, annak az ember menthetetlen. Nem lehet őt megmenteni, mert rá van tapadva a médiára, média függő, Facebook függő, YouTube függő, média függő. Nem lehet az ilyen embert megmenteni. Csak azt, akinek van bátorsága elszakadni, elmenni böjtölni, elmenni fohászkodni az Úristenhez, hogy legyen neki látása. Tehát még az sem teljesen biztos, hogy ez egy ilyen valós felvétel, tehát a média mindig nagy itt. Tehát a lényeg az, hogy a pánikot valahogy összehozzák, mert pánik nélkül nincsen fertőzés. Pánikkal viszont a legkisebb influenza is padlóra küldi az embert, és a koporsóba. A koronavírus fertőzések száma a világon tovább emelkedett. Itt a szakember ugye, tehát most ő azért kapja, tehát az ő fizetése nem hiába nem 200.000 forint vagy 300.000 forint, hanem ahelyett tegyük fel, mit tudom, 4 millió forint. Tehát ő azért van megfizetve, mint szakember, mint ugye magyarországi brit tudós, hogy azt a trendet, azt az elképzelést, azt a szellemiséget propagálja, amit a világ kínál az emberek számára. Hogyha a professzor úr elmondta, az biztos úgy van. Tehát, hogyha a tudós, a tényleg, nem tudom, hogy ezt olyan nehéz látni, hogy az embereket a tekintélyek vezetik. A tekintély bármit mond, az igaz, azt mindenki elhiszi. Többször elmondtam a Linárnak a történetét Gyergyó Szent Miklóson. Nem tudom, lehet, hogy nem Linárd volt, teljesen mindegy, ilyen félnódás emberke volt, a kórházban dolgozott, és ő szállította hullákot le a kórteremből a hullaházba. És hát erre alkalmas volt, többre nem, de erre alkalmas volt Linárd. És egyik alkalommal az történt, hogy az orvos megkérte, hogy vigye le a hullát a hullaházba, a kórteremből, mert meghalt valaki, és nem volt hordágy. Ezért Lénárd azt mondta, hát jó erőben volt, azt mondta, nem semmi gond, leviszi a vállán, tehát nem probléma. És oda ment, és elkapta a halottat, becsombolította a lepedőbe, és vitte le a lépcsőn, vitte le a hullaházba. Közben az úriember felébredt Lénárdnak a vállán, és azt mondta, hogy mert gyakorlatilag az történt, hogy Lénárd összetévesztette a hullát az alvó beteggel. Felvette a vállára az alvó beteget, és vitte le a hullaházba. És felébredt a beteg, azt mondja, hogy Lénárd, nem vagyok meghalva. És azt mondja erre Lénárd, hogy maga hallgasson. A doktor úr jobban tudja. Na erről szól a média, kedves hallgató. Aki ezt nem akarja megérteni, az nem fogja megúszni a fertőzést. Aki ezt nem akarja megérteni, nincs, ahogy megúszza a fertőzést. Az ember menthetetlen. Aki nem akarja megérteni, hogy tekintélyek által van irányítva az egész, és manipulálva az egész világ, az ilyen figurák által, az ilyen professzorok által, pszichológusok, meg doktorok által, ők bármit mondhatnak. Tehát hiába nincsen meghalva a hulla, vagy az ember, a beteg. Ők, hogyha azt mondták, megvan halva, akkor megvan halva is kész. Az nem kell megkérdelezni. Így működik a média. Tegnap reggel óta kiárási tilalmat hirdettek, és hát ezt tegnap még nem vették annyira nagyon szigorúan, de mai nap már rendőrök is vigyáznak a lakótömbök bejáratánál.
itt rendőrök is, ugye a pánik az fokozódik. A kérdés az, ugye nekem az a kérdés feltevődött, ez a srác, ott van Wuhanban ez a Keresztes Zoltán. Nem tudom ki az, nem néztem utána, nem is volt időm, nem foglalkozok ezzel. Nem tudom, hogy ő is színésze, vagy pedig valós az ő félelme. Azon mindenképp elgondolkodtam azonban, hogy hogy lehetséges az, hogy ugye megy a nagy vírus meg minden, és tehát élelem nincsen, ugye, nincs élelem, az emberek nem mehetnek ki, kijárási tilalom van, de viszont van internet. Van internet, hogy a méreg az eljöjjön Wuhanból Budapestre, meg Gyergyószent Miklósra, másperceken belül. Ez a lényeg. Tehát Keresztes Zoltán lehet, hogy éhen fogottan halni, de viszont legalább a kamerában be tudja mutatni, hogy hogyan fogottan ő elvérezni abban a hotel szobában, vagy nem tudom, hogy hol van ő bezárva. Tehát jelzem, nem tudom, hogy ki ez a Keresztes Zoltán, nem tudom, hogy ő is egy ilyen beépített ügynöke, vagy pedig tényleg egy megtévesztett ember, aki tényleg félelemben van, és Isten akkor könyörüljön rajta. De érdekes ugye, hogy kaja nincsen, kijárási tilalom van, de viszont internet meg villanyáram van, hogy a vírust lehessen átküldeni Wuhanból, ugye Kínából, Magyarországra és a világ minden pontjára. Az van, és ha minden igaz, el, valamelyik oldalában van egy ilyen... És ugye a beépített színészek nem kevés pénzét... Nem kevés pénzét csinálják a showt, ugye a műsort az embereknek. Talán nagyobb a pánik, mint amire szükség lenne. Most szeretném itt megint felhívni a figyelmet arra, hogy itt van Sebestyén Árpád, kríziskezelő szakpszichológus. És hogy mit mond ő? Ő elmondja, hogy elmondja a nyilvánvalót. Azt mondja, hogy 2 plusz 2 egyenlő 4. De ezt már tudta Pistike óvodás korában is. Én nem tudom, hogy miért volt szükség neki arra, hogy elvégezze azt az egyetemet, nem tudom, hogy hány éven keresztül. Elmondja a nyilvánvalót, de megoldást nem kínál. És egy egyszerű gyermek mit mond erről? Azt mondja az egyszerű gyermek, hogy Árpád, Árpi bácsi, ne leplezd le a halált, ne leplezd le a hazugságot, ne beszélj a problémáról, ha nem tudod bemutatni az életet. Tehát nincs szükség oklevélre, diplomára, pszichológus meg... szakpszichológus diplomára ahhoz, hogy az ember elmondja azt, hogy 2 plusz 2 egyenlő 4. Hallám, mit mond tovább? Jobban félnek általánosságban a különböző társadalmak, mint amennyire félni kellene tőle. 5 év egyetem, hogy az ember elmondja semmit. Lehet, hogy többet is mondott, de nyilván a média abból többet nem vágott be. Kivágta azt a szakpszichológus szájából, ugye berakta a műsorba azt, ami amúgy is nyilvánvaló, tehát nem mond semmi olyant, amivel tudna segíteni, viszont a pánikkeltésben mindenképp. Ezt érdemes megfigyelni itt, miről van szó ezen a ponton a pénznél. Jobban félnek általánosságban a különböző társadalmak, mint amennyire félni kellene tőle. Kína elkezdte karanténba zárni a bankjegyeit, mert az emberek már attól is tartanak, hogy a bankókon keresztül is elkaphatják a vírust. Nem is biztos, hogy ez igaz, de lényeg az, hogy ezt leközölték. Tehát nem az a lényeg, hogy ez igaz vagy nem igaz, hanem az, hogy leközöljék ezt a híradást. Hogy a vírus, a valódi vírus beüssön az embereknek a fejében. Az, hogy Kína kezdte a bankjegyeit lezárni, hogy mert az emberek attól félnek, tehát ráfogják az emberekre, ugye, szerencsétlenek rá, aztán mindig kell a bűnbak, ők a hibások, ugye. Tehát rájuk fogták azt, hogy az emberek kezdtek attól félni, hogy a bankjegyen keresztül is terjed a vírus. És mindjárt elmondom, hogy miért kell erről beszélni, és miért kell ezt a vírust az ATV, bocsánat, az ATV, a televízió, ugye, a televízió bejuttassa az embereknek az elméjébe. Közben már 1500 fölé nőtt a koronavírus áldozatainak a száma. Oké, tehát a pénzről ugye. Azt hittem, hogy még mindig a témában ugyanarról fognak beszélni, de közben itt már egy témaváltás történt. Tehát a Kína kezdte lezárni a bankjegyeket, kezdte ugye bevinni a bankba, mert az emberek attól félnek, hogy azáltal is terjed a vírus. Ez az információ gyorsan átjött Magyarországra, Gyergyóba is, és ezen információ által már itt is az emberek, már ugye be van ültetve az info, és itt is elkezdünk félni attól, hogy akár hát igaz is, tehát talán még a pénz által is terjedhet a koronavírus.
ugye? De miért van szükség arra, hogy egy ilyen baromságot leközöljenek az egész világgal, 7 milliárd emberrel? Azért van szükség erre, kedves hallgató. És persze, itt sokan azt mondják, hogy összeesküvés elmélet. Persze könnyű azt mondani, hogy összeesküvés elmélet. Könnyű egyből mindenre rávágni, összeesküvés elmélet. Majd a végén meglátjuk, hogy mi volt összeesküvés elmélet, mi nem volt összeesküvés elmélet. Azért van szükség 7 milliárd emberre leközölni azt, vagy nem tudom én hány milliárdan vagyunk, teljesen mindegy. Hogy talán még a bankjegyek által is tehetett a koronavírus, mert egyébként is a cél az, hogy megszűnjön a készpénz. Ugye érdekes egybeesés, egy kis ilyen kis méreg be van fecskendezve az embernek a fülén, a szemeink keresztül az elméjébe, hogy talán még a bankjegyeken is keresztül terjedhet a vírus. Ezért mindenki használjon bankkártyát. És utána meg a következő lépés az, hogy azt mondják, hogy letiltjuk a bankkártyákat, nincs értelme, most ott könnyen el lehet veszíteni meg minden. Van egy sokkal egyszerűbb megoldás. És pedig az, hogy az embernek a bőre alá ültetjük a bankkártyát. A kis csippecskét, a csip-csip csókát, ugye, beültetjük az embernek a bőre alá. Sokkal egyszerűbb. És a tömeg ezt meg fogja önként szavazni. A többiek, ugye, akik ellenkezni fognak, azokat megfenyegetik. De a legelső hullámban az emberek ezt meg fogják fizetni. Pénzt fognak adni azért, hogy felvegyék a fenevad bélyegét. Pénzt fognak, fizetni fognak az emberek, hogy a sátán elvigye a lelküket. Szó szerint ezt nem lehet másképp fogalmazni. Ezt hiába színezzük másképp. Az emberek, nagyon sok ember, a legbutábbak sajnos megvásárolják azt, hogy a sátán elvigye a lelküket. Érthető, hogy miért kell ezt az információt befecskendezni az ATV-n keresztül a magyarok elméjébe? Hogy Kínában talán ugye az emberek már attól tartanak, hogy a pénzen keresztül is terjed a vírus, és kezdték lezárni a pénzeket, a készpénzt, kezdték elvenni az emberektől, hogy mindenki használjon bankkártyát, utána aztán majd jön a csip-csip csóka, vak-varjucska, ugye? Katasztrofális a helyzet. Én a videó elején most ilyen kicsit ilyen negatív információkat fogok megmutatni, de viszont úgy fogom csinálni, mint ahogy szokás itt nálunk, hogy először a rossz hírt, utána meg a jó hírt. A jó hírrel szeretném mindenképpen befejezni ezt a videót. Azok kedvéért, akik látnak egy kicsi értelmet abban, amit mondok, és tényleg vágynak arra, hogy megúszszák a fertőzést. Itt közben elmondták azt, hogy ugye, hogy már 1500-an fertőzöttek meg, vagy nem tudom pontosan, annyian haltak meg talán Kínában. És majdnem 2000 betegeket ápoló orvos fertőződött meg. Tehát 2000 beteget ápoló orvos fertőződött meg. Tehát, igen. Most képzeld el, hogy az orvosok is elhitték, mert ők hiszik el a leghamarabb, ők hisznek ebben a hazugságban. Ők arra vannak tanítva, nem tudom én hány éven keresztül, hogy higgyenek minden ilyen tudományos köntösbe bújtatott hazugságba, orvosi hazugságba. Tehát ők vannak talán a leginkább kiszolgáltatva, és az ő szellemük van a leginkább megfertőzve. Tehát ekép a mindenre ők a legfogékonyabbak. Közülük hatan meg is haltak. Hatan már meg is haltak. Fertőtlenítő teherautók százai járják a kínai utakat. Tehát a fertőtlenítő teherautók, uramisten, tehát egy néhány ember kifingott a koronavírustól, és tényleg köztudott, hogy minden más jár, minden más betegségben. Sokkal több ember halt meg világszerte az elmúlt hónapokban, az elmúlt két hónapban is. De viszont bele sem merek gondolni, hogy mit fecskendeznek ezek a úgynevezett fertőtlenítő teherautók. Az biztos, hogy nekik van ürügyük arra, hogy ott azt fecskendezzék, ottan pricolják az utakat, de hogy mivel bele sem merek gondolni abba, hogy igazából, hogy mindegy, nem akarok kéne ebbe belemenni. De van, ahol permetező drónokkal oldják meg a Permetező drónokkal, tehát itt ugye megint arról van szó, hogy a technika, a permetező teherautók, a permetező drónok, azok fogják megmenteni az emberiséget, vagy a robot fogja megmenteni az emberiséget, aki, vagyis ami egyébként az embernek a lelkire vadászik. Persze ezt nem tudja az ember, mert miért? Aki megérthetné az igazságot, ezt mindig elmondom, aki megérthetné az igazságot a Biblia segítségével, az be van oltva, be van állva valamilyen szektába, valamilyen virtuális közösségbe az interneten, a hitgyülekezetébe, a katolikus, akármelyik vallásba, és egyszerűen képtelen
a Bibliát Istennek a lelke segítségével értelmezni. Ezért beértelmezik számára a vírust a Biblia nevében. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon sokan a Biblia segítségével fognak elkározni. A Biblia, Bibliával a kezükben fognak elkározni. Miért? Azért, mert a Bibliát, ami egyébként egy nagyon jó eszköz, nagyon fontos és hasznos eszköz, beértelmezik az ő elméjükbe. De mivel az ő kezükben is ott a Biblia, ezért azt hiszik, hogy az a Bibliából származik, amit nekik mondanak. Őrültség, ami történik. Ötötlenítést. Wuhanban két kórházat építettek fel 10 nap alatt, és ingyenes kézikönyv is megjelent a koronavírus. Igazából még ezek is olyan információk, hogy oké, ezt lefilmezik, a hivatalos ugye, médiumok megcsinálják minden, de azok az emberek is embernek nem is engedik ki őket. Tehát, hogy igazából legtöbb információról mostantól nem is tudhatjuk egészen pontosan, hogy igaz-e vagy sem. Mert a média azt mondta, amit akar, az emberek meg be vannak zárva a hotelszobánkba, a különböző szobánkba, hogy ott rohadjanak meg kaja nélkül végül is. Ez történik, tehát mostantól, amit fogunk kapni Wuhanból, hát az szerintem inkább nézzünk Tom és Jerry-t, sokkal jobban fogunk járni azzal. Elleni védekezésről. A kórházakban ilyen védőruhákat viselnek az orvosok, mivel így fogalmuk sincs arról, ki kicsoda, mindegyikük hátára. Tehát fogalmuk sincs arról, ki kicsoda, mindenkinek a hátára rá van írva a neve. Én nem tudom, hogy miért akarnak megmenekülni, amikor az ember megtagadta teljes mértékben az emberi mi voltát. Mi az ő motiváció arra, hogy megmeneküljön? Miért akar ő élni? Tehát miért akar az ember ilyen zombi üzemmódban élni? Isten bocsássa meg. Érthető? Tehát kit akarnak ők megmenteni, és miért akarnak megmenekülni? Azért akarnak megmenekülni, hogy egy ilyen fóliában legyenek még 30 évet, a nevükön, vagy a hátukon a nevükkel. Ezért akarnak ők megmenekülni most őszintén. Tehát hozzuk képest még azt kell mondjam, hogy az öngyilkosok is értelmesebbek, mert azt mondják, hogy te, én ebből a szarból többet nem kérek. És felköti magát. Bár tudjuk jó, hogy nem jó ötlet egyáltalán, mert nincsen halál. És az ember átviszi a fájdalmat a túlvilágra, hogyha itten nem oldotta fel, ha itten nem kapott feloldozást. De viszont hozzuk képest, tehát ezek az orvosokhoz képest még ők is értelmesebbek voltak, mert nem teszi fel ezt a kérdést az orvos, hogyha ez valóságos és nem egy ilyen hollywoodi produkció, nem teszi fel ezt a kérdést, hogy miért akar ő tovább élni? Ő akar a fóliában élni? Na most hallgassuk tovább. Erre ráírták a nevét. Elképesztően megfeszített tempóban dolgoznak az orvosok, sürgős ellátásra szoruló paciensek ezrei várakoznak, hiába. Az orvosok még a mellékhelyiségbe sem mehetnek el, ezért pelenkába végzik a dolgukat az egésznapos műszakokban. Ezen a helyen bevallom őszintén, elröhögtem magamat. Nem is igazán hiszem, hogy ez igaz, de viszont az ATV-nek ebből származik a pénze. Tehát Sanyi bácsi ebből is pénzt csinál, mindenből pénzt csinál. Ő arra van beütemezve, arra van bekódolva most már, hogy mindenből pénzt csináljon. Sajnos ez van. Jézusból is pénzt csinál, Istenből is pénzt csinál, az ATV-ből is pénzt csinál, és a kínai orvosnak készített pelenkából is pénzt csinál. Én nem hiszem, hogy ez így van, de nem tudom azt mondani, hogy kizárhatom ennek a valószínűségét teljes mértékben. Ezen a ponton elröhögtem magamot, hogy egy ilyen információt leközölnek. Ha netán igaz ez, akkor katasztrofális a helyzet. Globális szint, Kínában is mindenhol. De úgyis katasztrofális a helyzet, kedves hallgató, hogyha valaki ezt meghallgatja, és még mindig nem gondolkozik el azon, hogy a média, a főáramú média, az ATV, a Hír TV és a többi mit kínál számára. Utána, miután elnevettem magamat, megmondom őszintén, hogy az előbb is mondtam, hogy a lélek megvádolt, hogy én azon nekem nincs jogom nevetni és röhögni, hogy a másik úgy le van butítva, hogy éppen nem brekek, de élni akar. Tehát megtagadta az emberi mi voltát, ilyen a békának a feneke alatt van, és még mindig élni akar. De miért? Nem tudja, hogy miért. Hogy pelenkába szarjon. Őszintén. Akarnál úgy élni, hogy pelenkába kakáljál, és ottan egy ilyen fóliában dolgozzál reggeltől estig, miközben, amikor kell pisikálni, meg kell kakálni, bele kell enged. Hogy figyelsz a betegre, amikor éppen egyet amikor beletolsz a pelenkába? Hogy tudsz a betegre figyelni? Hogy tudsz a betegnek segíteni? Hát most konkrétan, hogyha az ember könnyen betojik, az az ember, aki betojik, ugye, a félelemre szoktuk ezt mondani, az ember, aki fél, az ugye az betojt.
Egy olyan ember, aki betolt, hogyan tud segíteni másik emberen? Minden orvos be van pelenkázva. Gondolják el. Még most is egyszerűen tehát nézek ki a fejemből, tehát nem jön, hogy elhiggyem. Minden orvos be van pelenkázva. Nem biztos, hogy igaz. Hangsúlyozom. Ez a média, tehát a média hazudik, én tudom, hogy hazudik. Van igazság is benne. Mennyire igaz, azt nem tudom, de minden orvos be van pelenkázva. Kedves doktor urak, professzorok, ezért elvégezni 5 év egyetemet, 6 év egyetemet, 7 év egyetemet, talán nem volt értelme. Nem volt értelme is. Megalázó ez számotokra, mindenki számára, hogy egy értelmes ember, aki értelmesnek hiszi magát, pelenkában dolgozik, és fóliában is, miközben végzi a munkát, szó szerint bele tojik a pelenkájába. Mennyire kegyetlen helyzet ez? Megy a program, ugye az? Tegnap pedig kiderült, hogy az új koronavírus okozta a halálát egy kínai turistának Franciaországban. A koronavírus okozta a halálát pontosan egy kínainak. Nem egy franciának, nem egy norvégnak, nem egy spanyolnak, nem egy székelynek, nem egy magyarnak, hanem épp egy kínainak. Érthető, kedves hallgatók, pont egy kínainak okozta a halálát Franciaországban. Érthető az agymosás, érthető a méreg, hogy Sanyi bácsi a televíziójával is, nem csak a gyülekezetével, hanem a televíziójával is fecskendezi be a mérget az emberek elméjébe. Mert hogyha az embernek az elméje nincsen megfertőzve, nem lehet kinyírni. Az embernek az elméje tiszta, mert igazság van benne, nem lehet őt kinyírni. Jézust ezért nem tudták kinyírni, tehát ő nem halt meg, ő nem volt neki ilyen problémája. Őt a bűn nem ölte meg, ugye? Mert nem volt benne bűn. A bűn mi? Az, amikor az embernek az elméje, lelke tele van hazugsággal, butasággal, baromsággal. Ezért ugye most már a vallásipar ugye azt csinálja, a vallásipar, a keresztény nevet bélyeget hordozó vallásipar azt csinálja, hogy az embereknek az elméjébe Isten és Jézus nevében is fecskendezi a mérget. Ezt sokszor elmondom. Nem tudom, hogy mi lesz a következménye. Tudom, hogy nem örülnek azok, akik ebben úgymond bűnrészesek, nem örülnek annak, hogy ezt valaki elmondja így nyíltan. De viszont aki ezt elhallgatja, aki ezt érti, aki ezt tudja és elhallgatja, ő is bűnrészes. Ezt is fontos elmondani, hogy aki érti a lényeget, hogy hogyan van megfertőzve valójában a világ, és rajta ül, mint a kotló a tojásain, aki érti a lényeget, és nem mondja el embertársainak, szeretettel, kedvesen, az ember, ő is bűnrészes, ő is, az ő keze is véres, az ő kezén is vér van, ő is gyilkos. Korábban még nem volt haláleset Ázsián kívül. Most már semmi nincsen nyitva, nem is lehet elhagyni a lakótömböt, nem is hallottunk alternatívát, hogy akarják a lakosságot etetni, vagy ellátni bármivel is. Kaptunk egy SMS-t a cégünktől, ahol totális rádiócsend volt az elmúlt hetekben, hogy sajnos nem fizetést azt nem tudják utalni, mert hogy senki nem dolgozik, a bankok sem dolgoznak, nincs az adminisztratív személyzet, aki meg tudná oldani az utalást, illetve a fejszámot. És hát azt is bejelentették itt a kormányzati részről, hogy senki nem megy dolgozni 20-a előtt. Hogy mi lesz utána, arról még csak találgatások vannak. Tehát 20-áig biztosan zárlat maradt, és kijárási tilalom. Ez ugye az információ, az arra is jó, ha igaz, ha nem. Arra is volt az információ, az embereket felkészítse arra, hogy előbb-utóbb ez Budapesten is így kell történnie, Magyarországon is így kell történnie. Tehát hogy először ott történik, Wuhanban, utána meg ezt a propagandát áthozzák Budapestre, ide Csíkszeredába, Gyergyóba, mindenhova. De az ember ugye fel van készítve arra, hogy ez majd normális kell legyen majd. Nem, ez hazugság, kedves aggó, ez hazugság, és aki bedülnek a hazugságnak, ő is ugye nyakig benne van a pácban. És nem csupán nyakig benne van a pácban, ő is bűnrészes. Mert hallottam a lelkiismerete, nem csupán én, mert van még egy néhány személy, vannak még emberek, akik figyelmeztetik az embertársaikat arra, hogy a vírus valójában hogyan terjed. De mindenkinek az volna a szerepe, és a szerepe, a kötelessége, hogy figyelmeztesse embertársat, akinek a lelkiismerete jelez, nem csupán az ilyen videók, az ilyen közvetítések, hanem a lelkiismeret is jelez az ember számára, hogy ez hazugság, ez maga a fertő, amit terjesztenek a híradóban.
és aki nem figyelmezteti az embertársait, annak ellenére, hogy ő megkapta a figyelmeztetést a lelkiismeretében, ő is bűnrészes. Tényleg ezt fontos kimondani, hogy ne kuksoljottan a számítógép mögött, a laptop mögött. A kis összkomfortos lakásodban, hanem segíts embertársaidnak meglátni a lényeget, mert nagyon sokan amiatt fognak elveszni, hogy tudtad az igazságot, de nem mondtad el. Kaptad a jelzést, a figyelmeztetést az Úristentől, a lelkiismeret révén, de te nem mondtad el, mert sokkal kényelmesebb volt nem elmondani, és belecsuppanni a jacuzziba még ilyen körülmények között is, amikor ilyen nagy a fertő világszinten. Keresztes Zoltán Wuhanban él a mennyasszonyával, eddig próbált nyugodt maradni és nem pánikolni, mostanra azonban elkezdett elhatalmasodni rajta a félelem. Persze, hogy elhatalmasodik rajta a félelem, tehát tudjuk jól, hogy ezt egy korábbi videóban mondtam, hogyha segítene az a kijelentés, hogy ne félj, akkor senki nem félne a világon. Ezt már mindenki adta, hogy ne félj, de az jóformán még senki nem segített. Ne félj, oké, ne félj. Ha annyi elég volna ahhoz, hogy az ember ne féljen, hogy valaki azt mondja neki, ne félj, akkor senki nem félne. Sajnos nem elegendő. Az igazságot fontos megismerni. Fontos meglátni a valóságot. Fontos meglátni, hogy hogyan van megtéveszve és beoltva az emberiség, pszichikailag elsősorban. És utána fontos megismerni az igazságot, mert aki nem ismeri az igazságot, az nem tud nem félni. Keresztes Zoltán meg a társai, akik ott vannak, meg vannak ottan ragadva, lekedve Wuhanban, nincs, ahogy ne féljenek. Amíg az ember nem ismeri azt, hogy mi az életnek az igéje, mi az igazság, az Úristennek az igazsága. Nincs, ahogy ne féljen, mert csak az igazság képes feloldozni a félelmet valóságosan, ami nem más, mint az evangélium, Jézusnak a tanítás, az ő beszédei. Ezt folyton kell ismételni, hogy hát, ha valaki ezt megfontolja, annál is inkább, hogy nem vallásba hívom az embereket, sosem. Nem magamhoz hívom az embereket, sosem. Nincs nekem szükségem rajongókra egyáltalán, hanem féltéssel mondom el, hogy mit láttam meg Isten kegyelméből, és mi volna a megoldás, hogyan tudhatná, hogyan úszhatná meg az ember ezt a vírust, ami terjed világszerte az emberek elméjében. Fogalma sincs ugyanis arról, mi vár rájuk. Még a lépcsőház folyosójára se teheti ki a lábát, a tartós élelmiszer készlete is fogy. Sajnos a folyosóra sem merünk kimenni, mert láttunk olyan videókat itt a közösségi médiában, hogy vannak bizonyos betegek, akik a csalódottságukat úgy fejezik ki, hogy a lakóépületben, a liftben minden egyes gombot végig köpködnek, és össze-vissza köhögnek minden emeleten, és volt ilyen, hogy egy egész háznyi megbetegedés volt, 90 embert betegedett meg egy ilyen esettől, ami egészen elképesztő. Kedves Keresztes Zoltán, nem tudom, hogy beépített ügynök vagy pedig tényleg meg vagy téveszve, de azt el kell mondjam, hogy kiváló munkát végeztél a vírusnak a terjesztésében, mert alapjában véve ez a lényeg, a félelem terjesztése. A félelem terjesztése, félelem nélkül nem lehet leigázni az embereket, de hogyha az embernek a feje megtelik félelemmel, mert a másik elköhintette magát mellette, egyet tüsszentett mellette, akkor az ember milyen? Pontosan mint az ebb, mint a kutya. Melyik kutya harap? Az, amelyik fél. Az a kutya, amelyik nem fél, az tojik rá a világra. Tojik rá a világra, nem fél, nem harap. De viszont az a kutya, amelyik meg van tanítva félni, mert beteges gazdája van, ugye? Meg van tanítva félelemre, az ember támad. És a lényeg az, hogy a kutya szinten, a kutya szellemiségben lévő emberiséget jól beoltsák félelemmel, Keresztes Zoltán segítségével, és a többi ilyen beépített személy segítségével, hogy minél hamarabb egymás ellen forduljanak, ugassanak, majd harapjanak, hogy az emberek zabálják fel élve egymást, hogy be tudják hozni a rendőrállamot mindenhol a világban. Ez a lényeg, mert a rendőrállam nélkül nem lehet megvalósítani az új világrendet, amit ugye már régóta építenek. Tehát a rendőrállam megvalósításának az alapja a félelemkeltés. Az ilyen óvodás grafikákkal segítségével terjesztett félelemkeltés. Meg a Keresztes Zoltán, meg a társai, amit elmondanak a másik liftben, azért tüsszent, hogy megfertőzze az embertársát.
Ez a lényeg, hogy az emberek gyűlöljék egymást. Ezért van az, hogy Franciaországban épp egy kínai halt meg ebben a vírusban, és nem egy amerikai. Hát persze, amerikai nem halhat meg, hát ő túlél mindent végül is. Bruce Willisnek a tudományával. De épp egy kínai halt meg, hogy az Európában lévő kínaiakot az emberek gyűlöljék, és féljenek tőlük. De ki fog félni tőlük? Hát a buta emberek, a lebutított emberek, akik az ATV-n csüngnek, akik a vallásokon csüngnek, és akik még mindig nem akarják megismerni az igazságot, hogy felszabaduljanak, igazi békéjük legyen, hogy ne féljenek semmilyen vírustól. Habár Magyarországon továbbra sincs egyetlen megfertőződött ember sem, mégis félünk, és nem telik el úgy nap, hogy a buszon, metrón, a közértben, az orvosnál, vagy este a vacsoránál... Nem félünk, kedves hölgyem, hanem ti féltek. Ti féltek, úgy igazából. És rá akarjátok húzni az egész emberiségre, az egész magyarságra. Az adófizetőkre rá akarjátok húzni, hogy félnek, nem félnek, nem mindenki fél, hála Istennek. Még nem annyira buta a magyar, hogy féljen. Tehát ne hazudjatok. Miért hazudtok, hogy félünk? Nem félünk, ti féltek. Ti vetétek be a hazugságot, és terjesztek tovább, úgy igazából az emberek, a magyar emberek irányába. Ez ugye ez egyfajta szuggesztió, hogy félünk, hát akkor most, hogyha a hivatalos orgánumok ugye elmondják, hogy félünk, akkor azt jelenti, hogy félnünk. Hát a professzorok már elmondták, hogy az egész magyarság fél, akkor persze, hogy félünk. De hogy félünk, nem félünk. Nem mindenki fél. Nem mindenki kapta el a fertőzést annyira, mint azok, akik benne vannak a médiában, és nem akarnak elszakadni tőlük a kényelem miatt, a pénz miatt, ugye? Ne kerülne szóba a koronavírus. De mégis mitől kell jobban félni? A világjárványtól, vagy a világméretű pániktól? A butaságtól, kedves hölgyem. A butaságtól kell legjobban félni. Mert a butaság fogja leigázni az embereket, az emberiséget, a tudatlanság. Jézus, amikor meghalt, mielőtt meghalt volna, azt mondta, Uram, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Talán ez a kedves hölgy sem tudja, hogy mit cselekszik, hogy ő miért veszi fel a pénzt. Hogy ő azért van megfizetve, hogy bevegye a mérget, meg továbbítsa az embereknek. Stábommal itt sétálgatunk Kőbányán, a kínai piacon. Itt egyébként mi is nagyon sokszor ebédeltünk már, és ilyenkor, főleg ebédidőben elképesztően nagy tumultus szokott lenni. Hát most itt is elég érződik a koronavírus hatása, már csak azért is megmentem az egyik étkezőbe, ahol egyetlen egy ember sem volt. Pánik egy olyan reakciója a lelkünknek, a szervezet. Szegény, tehát Isten bocsássa, meg nem akarok elmarasztalóan beszélni, de tényleg már az arca is, hogyha egy szót nem szólt volna ebben az interjúban, már az arca is pánikot keltene a legtöbb néző számára. Tényleg, Isten bocsássa, nem akarok én elmarasztalóan beszélni róla, de most elmondja megint a nyilvánvalót, hallgassuk meg. Tulajdonképpen kognitív szinten, mentális szinten zajlik, amely egy reakció egy dramatikus, kritikus, nagyon nehéz helyzetre. Ezért van az, hogy ilyenkor beszűkül a tudat, és kifejezetten arra fókuszál, hogy hogyan tudunk menekülni, hogyan tudjuk elkerülni azt a helyzetet. Nem kifejezetten arra fókuszál, hanem arra is fókuszálhatna talán egy alázatos embernek a tudata, hogy megkérdezze magától, hogy ez honnét származik, hogyan került az emberiség ebbe a szituációba, hogyan kerültünk be a béka feneke alá. És aki ezt a kérdést felteszi, az még meg is értheti a lényeget, és meg is menekülhet azáltal. Nem feltétlenül szükséges úgymond menekülni, kedves doktor úr vagy professzor úr. Nárpád 15 éve foglalkozik a pánik pszichológiájával. Ez a 15 évnek a hozzáfűzése az, hogy ez az Árpi bácsi, 15 éve foglalkozik ezzel a pániknak a tanulmányozásával. Ez nagyon fontos, hogy érezd magad hülyének, hogy neked nem lehet véleménye, neked nem lehet meglátása, mert az Árpi bácsi, aki 15 éve tanulmányozza a hazugságot és propagálja a hazugságot, ő jobban tudja, mint te. Ne gondolkozz, megkérlek szépen, ne gondolkozz. Nincs jogod gondolkodni, nincsen neked sem oklevel, sem diplomát. És 15 évet nem fordított el a pániknak a tanulmányozására, mint Árpi bácsi, akit az ATV meginterjúolt. Kisebb-nagyobb krízisek elég sűrűn érik az embert, az viszont, hogy a különböző krízishelyzetekkel sikerül-e megbirkózni az... Hihetetlen, hogy mennyire kiül az embernek az arcára az őt uraló szellemiség.
Nagyon sokszor az embernek az arcára, az embernek az arcát alakítja az őt uraló szellemiség. Hogy kinek, tehát például egy vidámkedő embernek olyan arca van, hogy örömmel nézel rá, hogy a vidámkedő olyan tényleg olyan haver, olyan igazi, tényleg olyan gyermek, a vidámkedő ember. Simma az arca, simma a homloka. Egy olyan ember, aki meg akarja tanítani az életnek a tudományát, és akiben a hazugság uralkodik, a pánik uralkodik, annak ugye ráncosabb az arca, és egyre ráncosabb lesz az ő arca, a szemöldökei össze-vissza ráncigálja ugye a homlokát. Ez attól is függ, hogy korábban találkoztunk-e már hasonló szituációval. A koronavírussal például a legtöbb ember nem találkozott még korábban, ezért akarva akaratlanul mindenki fél tőle, és egyfajta öngerjesztő folyamatként egymást hergelik az emberek. Ez igaz. Mondtak egy nagyon fontos igazságot. A hatásában tud veszélyes lenni. Mintha egész életében horrorfilmeket nézett volna. Nagyon meg van jesztve. Isten könyörüljön tényleg rajta. Hátha meglátja, hogy ő is be volt csapva, és a propagandát terjeszti, annélkül, hogy tudna róla. Által, hogy ellenőrizetlen információk alapján, egyáltalán nem biztos, hogy valós tények alapján valami elterjed az emberek között. Itt nagyon fontos annak megakadályozása pánik helyzetben, hogy téves információk jussanak el az adott közösséghez, adott csoporthoz. Elmondja az igazságot, most nagyon igaz, amit mondott teljes mértékben, de mégis a téves információt. Tehát ez itt mondtam azt az elején, hogy a téves információt, a hazugságot csak úgy lehet terjeszteni, hogyha hozzáfűzünk, melléje tesszük az igazságot is. Itt van az igazság, amit elmondott, az igazság. Így van, nem is kérdés. Azt kéne megakadályozni, hogy a téves információ eljusson az emberekhez, de valójában nem is azt kell megakadályozni, hogy a téves információ eljusson az emberekhez, hanem azt kéne valamiképpen elősegíteni, hogy az igazi információ eljusson az emberekhez. Mert akihez eljutott az igaz információ, kedves Árpád, kedves hallgató, azok az emberek már nem receptívek, nem fogékonyak a hazugságra, a butaságra, ami megöli őket pszichikailag is, kiszolgáltatja őket az influenzának, és amiatt sokan az influenzába fognak elhalni hazug információk miatt. Tehát itt igazából nem azt kéne megakadályozni, hogy a téves információ eljusson az emberekhez. Mert ott megint azt mondjuk ezzel, hogy mi vagyunk a főnökök, a górék, mi fogjuk megakadályozni, meg fogjuk védeni az emberiséget. Nem így történik ez. Ez hazugság, ez is propaganda. Itt a lényeg azon volna, hogy minél több ember ismerje meg az igazságot. Mert aki megismerte az igazságot, nem fogékony már a baromságra. Sem a korona, sem a koszorú, semmilyen fajta vírusra nem fogékony. Egyszerűen a menekülési reakciónkból kifolyólag, tehát olyan jelenetek történnek, amelyek egyébként józan ésszel szinte felfoghatatlanak. Így van, én is láttam ilyen filmeket, amit Árpi bácsi megint itt elmondott, én is láttam ilyen filmeket, valóban így van. De ez nem kell szakdiploma, nem kell semmilyen oklevél, nem kell 6 év pszichológia egyetem, vagy 5 év. Az emberek félnek a koronavírustól. A félelmek teljesen normális dolgok. Az indokolatlan és a kóros félelmekkel van a baj. Amikor emberek úgy gondolják, hogy úgy fertőződhettek meg a vírussal, hogy nem is jártak Kínában, esetleg még kínai emberrel sem találkoztak, és mégis úgy gondolják, hogy meg... Miért csak a kínai ember fertőz? Tehát nem értem ezeket a tudós embereket, már tényleg én nem vagyok, nem pártolom a bevándorlást, az, hogy Magyarország tele van kínaiakkal, én nem erről beszélek egyáltalán, hogy az helyes lenne. Mindenki otthon kéne üljön, mert nem hiába születtünk, oda, ahova születtünk, úgy igazából. De miért pont kínai? Tehát miért akarják elítetni az egész világot, hogy csak a kínai ember fertőz? Hihetetlen. Fertőzöttek. Több ilyen esettel találkozunk, ezeket nagyon nehéz kezelni, tehát ez már lassan a pánik kategória. Szlávik János infektológus szakorvoshoz rengeteg olyan ember érkezik, akik azt hiszik megfertőződtek csupán azért, mert mondjuk egy kínai férfi vagy nő melléjük ült a metrón. Szlávik szerint... Nagyon jó Szláviknak, mert ez pénz. Tehát minél több ilyen ember keresi meg őt, annál több a pénz. Minél több pénzt kap, annál nagyobb a motivációja arra, hogy ő is hazugságot terjesszen az emberek embertársa irányába. Szerint most az egyik legfontosabb teendő az, hogy semmiképpen se keltsünk pánik hangulatot, mert egyenlőre, főleg itt Magyarországon, nincs rá ok. Bármennyire is bizonytalanok a Kínából érkező adatok, azt azért látni kell, hogy ez nem egy veszélyes betegség.
Persze veszélyes azokra, akik idősek, azokra, akiknek valamilyen alapbetegségük van, szívbetegek, tüdőbetegek, daganatos betegek, hiszen a halálozások messze döntő többségért sajnos ők a felelősek. Ez a betegség nagyon ritka gyermekekben, és borzasztó ritkán fordul az elő, hogy egy középkorú egészséges ember súlyosan megbetegedjen, pláne meghaljon a koronavírus fertőzés következtében. Arányaiban még mindig... Kicsit olyan, amikor az ember nem aktuális dolog még egyáltalán, ugye? De viszont már láttunk ilyen filmeket, láttunk híradókat, arról beszélgetünk, ami tényleg nonsense. Még én is azt csinálom valamilyen mértékig. Sokkal több ember hal meg influenza következtében, mint koronavírus következtében. Kínában is, hiszen ott ugyanolyan influenza járvány van, mint Magyarországon. Több is van egyébként nálam, biztosan készültem, hogy nehogy titeket bármi bántódás érjen. Én zöldet szeretnék. Zöldet szeretnél? Tök jó. Még poént is tudunk csinálni ebből, tehát abból, ami tényleg emberek halálát okozza, és nem a koronavírusra gondolok, mint tudjátok, hanem az agyi szinten, az elme szintjén történő fertőzésre, még poént csinálunk ebből. Vida Mitsuki édesanyja japán, édesapja magyar. Ő már itt született Magyarországon. Mindketten felvettünk egy-egy maszkot, mert kíváncsi voltam, hogyha az emberek a metrón, a boltban vagy az utcán sétálgatva szembe találják magukat egy maszkot viselő ázsiai ember. Hihetetlen. No comment. Akkor mi lesz az első reakciójuk? Bárkivel beszélgetve, ugye óhatatlan, hogy szóba kerül főleg a... Bocsánat, hogy beszok, csak itt közben egyébként látni, hogy mindenki megnéz minket. Igen, azért. Remélem, nem csodálkozol. Nagyon néznek. De ázsiai kötődésűként azért persze szóba kerül beszélgetésekben is nálam is, hogy milyen a helyzet. Van ilyen ismerős egyébként, aki például szimplán az ázsiai származásokán, például egyébként tehát olyan esetről is hallottam, hogy iskolában felmerült, hogy nyilatkozzon az egészségügyi állapotáról. Egyszerűen azért, mert ázsiai külseje van, nem kínai, életében nem jár Kínában. Kétség kívül, hogy is kell ezt mondani, vágott szeme van, de egyébként félig japán, és ennek megfelelően japán neve is van, de ilyen esetről például közvetlen környezetemből közeli ismerőstől hallottam. Tehát az egy megdöbbentő dolog volt számomra is. Sok mindennel találkozik az ember azért így vegyes gyökerekkel élvén, de ez azért megdöbbentő volt. Mitsuki szerint a legnagyobb baj most az, hogy a félelem az emberekben egy olyan folyamatot gerjeszt, ami még inkább eltaszítja a különböző nemzetiségű embereket egymástól. Felkészült. Tehát, mint mondtam, össze van jól vegyítve, finom vegyesen. Igaz információ, hamis információval. Mert a hazugságot, a hamis információt, ami utóvégül okozhatja az embernek a betegedését, a halálát, azt jól összekeverjük igaz információkkal. Ez a média egyébként, ezt így csinálják. Ez a módszer, aki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy Jézust a kísértő, ugye, az igazsággal kísértette, a részigazsággal. Ugyanezt történik. A részigazsággal vagyunk kísértve. Az igazság jól megvan fűszerezve, össze van keverve, össze van vegyítve a kígyó mérgével, és így mennek az emberek bele a tűzbe, a szakadékba. A kormány egy pánikhelyzetre, illetve mit tesznek az itt élő kínaiak érdekében? Ugye a veszélyérzet miatt sokan kerülik a kínai éttermeket, üzleteket. Az operatív törzs folyamatosan azért ad tájékoztatást a legszélesebb nyilvánosságnak, hogy elkerülhető legyen bármilyen pánikhelyzet. Ezért mondtuk el azt utoljára, aztán tegnap, hogy magyar betegről továbbra sincs tudomásunk, a pánik elkerülhető. A pánik nem kerülhető el, mert a magyarságot hazugságban tartjuk hivatalosan. Tehát báránybőrbe bújva leközöljük a hazugságot, odaadjuk a hamis információkat a magyar embereknek az ATV-n, a hírtelevízióban és mindenhol. És aki hazugságban él, az előbb-utóbb pánikolni fog, félni fog, ugatni fog, majd támadni fogja az embertársát, bántalmazni fogja őt. Világos, őszinte tájékoztatásra van szükség, ezt eddig is megtettük, ezután is meg fogjuk tenni. Gulyás Gergely a kérdés. Azt mondja, világos és őszinte tájékoztatásra van szükség, és nem tudom mondani ezt a hazugságot, mert tudjuk, hogy nem igaz.
Tehát most akkor ugye megpróbáljuk elhitetni, hogy már pedig az ATV-re, hogyha figyelsz, akkor fel lehetsz készülve arra, hogy itt mindig világos és őszinte tájékoztatást fogsz kapni a dolgokról, a dolgok állásáról. Nem igaz. Úgy igazából a lényeg az, hogy aki még, amit az előbb mondtam, hogy amíg az ember a világos és őszinte tájékoztatást az ATV-től várja, akár ha tőlem várja, kedves agató. Én mindig magam ellen beszélek ilyen szempontból, hogy fejjem a figyelmet, hogy az a személy, aki embereket követ, annak annyi. Az nincs, ahogy megúszza. A vak vezeti a világtalant. Jézus nem azért halt meg, hogy mi az ATV-t kövessük, vagy hogy valaki engemet kövessen, vagy valaki egy másik youtubert kövessen. Jézus nem azért halt meg, hanem azért halt meg, hogy az élő ember hallja az élő Istennek a szavát. Aki ezt nem hallja, aki nem kerül be abba az állapotba, az ugye csak bele fog kerülni a pánikba. Nem tudja elkerülni, mert a hazugságból származik a pánik. És az igazság tudja azt legyőzni. Csupán az igazság, semmi más. Semmilyen antibiotikum, semmilyen maszk, sem gázmaszk, semmilyen pamutmaszk, sem az oltás. Semmi nem tudja legyőzni a pánikot. Ami a hazugságra épül, csak az igazság, aki azt megismeri. Aki nem hiszi azt, hogy Jézus nem ok nélkül mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, annak azt kívánom, hogy legyen bátorsága személyesen kérdéseket feltenni, elolvasni az evangéliumot. Hangsúlyozom, mindig nem kell semmilyenféle vallás. Minél távolabb van az ember a vallástól, a szektáktól, főképp az ilyen nagy felekezetektől, mint a hídgyülekezete, katolikus vallás, annál nagyobb biztonságban van. Annál nagyobb az esély arra, hogy megértse a tiszta igazságot, és azáltal megszabaduljon a hazugságtól, ami később pánikot keltett az ő életében, és önmegsemmisítés folyamatát beindítja benne. És második felére, hogy mit tesznek az itt élő kínaiak védelmében, nem válaszolt. A koronavírus már most elég nagy gazdasági károkat okozott a világ minden pontján. Több gyártó-termelő cégnél elfogytak a készletek és nem érkeznek újabb alapanyagok, de a tengeri vasúti és légi szolgáltatások is akadoznak. Hát a lényeg az, hogy tehát valóban a pánikkelt is a célja ennek az egész vírusnak. Ez teljesen biztos, hogy mesterségesen van létrehozva. Az igazság az, hogy van egy nagyon jó videó, ez az Infobubble srác nagyon jó videót készített a koronavírusról, az első videója nagyon jó. Én itt jelzem, hogy nem értek én vele egyet mindenben, nem tudok fel egyet érteni mindenben, de ettől függetlenül én be kell lássam, hogy nagyon értékes és jó videókat készít bizonyos témákban. Viszont itt most nem az én dolgom, hogy ki az okosabb, ő-e vagy én. Én nem azt mondom, hogy okosabb vagyok, mint ő, hanem az, hogy nem értek egyet vele mindenben, és semmiképp nem javaslom senkinek, hogy őt kövesse, vagy akár engemet kövesse. Aki nem értette meg mostanig a videóban, hogy kit érdemes követni, az az ember, nem tudom, tehát az ember az talán még keressen, de mindenképp azt javaslom mindenkinek, hogy ne embereket kövessen. Se őt ne kövesse, se engemet ne kövessen. Mert én is csak ember vagyok, gyarú ember vagyok. Hogyha valamit tévesen mondok, akkor elbuktam én, de te is elbuktál. Az egésznek a lényeg az, hogy az embernek vagy van személyes kapcsolata az élet szerzőivel, az élet forrásával, a teremtővel, vagy nincs. Akinek nincs, az rászorul arra, hogy embereket kövessen, és elbukik. Ettől függetlenül azt elmondom, hogy az Infobubble srácnak a videója a vírusról nagyon jó, hogy hogyan történik ez a globális pánikkeltés. Tehát sokkal érthetőbben és tisztában megfogalmazta a lényeget. Érdemes megnézni szerintem azt a videót. Talán más videókat is, de mint mondtam, a legfontosabb az, hogy az embernek legyen személyes kapcsolata. Éhezze az igazságot, merje megalázni magát teremtő előtt, kapjon ő személyesen kijelentést. Több autóipari gyártó felfüggesztette a modellek gyártását. Hogyha február végéig nem indulnak újra az antibiotikumok hatóanyagai gyártó Wuhan környéki üzemek, akkor az európai piacon nagyon komoly antibiotikum hiány léphet fel. Tehát ugye elhitetjük az emberekkel, hogy az antibiotikum hiány miatt fog elpusztulni a nemzet, nem amiatt. A bűnök miatt fog elpusztulni az összes nemzet. A kínai, a magyar, a román, a székely, az összes nemzet. A hazugság, az elménket uraló hazugságok, részigazságok, hamis információk miatt
az igazság nem szeretése miatt fog elpusztulni a nemzet, nem pedig az antibiotikum hiány miatt. Ahogyan a riportban is láthatták, Mitsukival ma körbejártuk a fővárost azért, mert kíváncsi voltam arra, hogy a magyar emberekben mennyire hatalmasodott el a pánikhelyzet. Szerencsére a tapasztalatok elég pozitívak voltak, és egyelőre inkább csak félünk, de nem pánikolunk. És ahogyan a szakemberektől is hallhatták, ma Magyarországra sokkal nagyobb veszélyt jelent a pánikhelyzet kialakulása, mint maga a koronavírus. Így én amondó vagyok, hogyha még jogos is a félelmünk, ne essünk pánikba. Igen, kedves hölgyem, csak Attól, hogy a szép szemöldököddel és a szép, tényleg topmodell arcoddal elmondtad, hogy ne essünk pánikba, attól nem fogja tudni az ember elkerülni a pánikot. Ez a lényeg. Hát ugye úgy hallatszik, hogy jaj, milyen kedves és segíteni akar meg minden. Arra biztos, hogy ne essünk pánikba. Ez pont olyan, hogy szeressük egymás gyerekek. Oké, hát ezt többször hallottuk, de mégsem szeret senki senkit. Ennyi az egész. Tehát csak attól, hogy valaki azt mondja, ne essünk pánikba, attól a pánik nem lesz elkerülhető, kedves hölgyem és kedves uram, aki ezt a videót hallja. A heti naplóban Török Réka riportját látták. Szia Réka! És mint ahogy Réka is mondta, nem tapasztaltuk a félelmet a maszkos ázsiai Valamit az úriember szinte maszturbálás mondott a maszk helyett. Érdekes, mindegy, nem is akarok ezt nem is akarom kommentálni. Tehát ugye a maszturbálásból ugye hirtelen maszk lett, oké. Okay. Közben a kutya megunta a híradót, tehát ő azt mondta, hogy no comment, én ebbe hiába ugatok bele, mert úgysem kíváncsiak már az emberek. Lehet, ő tudja, hogy hazugságban vagyunk, ez a kis kutyus itten, de ő már alszik, azt mondja, hogy reménytelen én már nem tudok segíteni az embereknek, mert ők már tényleg messze az én szintem alatt vannak, és nem értik meg a lényeget. Származású fiatalember mellől nem húzottak el sokan, nem érték atrocitások, ennek mindenképpen örülünk, ez jó. Egy biztos, hogy a koronavírus téma lesz még itt a heti naplóban, és lehet, hogy sokszor ez lesz még a fő téma. Hát addig lesz a fő téma, amíg az emberek valójában, tehát az emberek teljesen meg nem telnek a koronavírussal, amíg az elméjük teljesen meg nem telik a koronavírussal, amiben ti is nagyon fontos szerepet fogtok játszani. Tehát addig lesz témas, amikor már megtelt, akkor utána már be lehet zárni a stúdiókat, meg minden, mert készen van a pánik, az emberek félnek, aki fél az ugat, és aki ugat, az aztán majd harap is. Az emberek bántalmazni fogják egymást. És utána már nem kell sem a TV, sem Hír TV, semmilyen televízió nem kell, mert automatikusan működik a dolog tovább. És akkor nyugodtan be lehet hozni a rendőrállamot, ugye meg lehet erősíteni a hadsereget, az emberek ellen lehet fordítani, lehet lövöldözni, ki lehet végezni bárkit, be lehet hozni a halál ítéletet, és így tovább, és így tovább. Tehát addig is ugye az ATV meg a társai kitartóan fognak dolgozni, hogy ez a helyzet, ez a szituáció, és az állapot minél hamarabb bekövetkezzen Magyarországon. És itt ugye Erdélyben is, Székelyföldön is. Hát... akarom az ördögöt falra van. Festeni, de ez a realitás. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de viszont már megtettem, úgyhogy ez a realitás. Oké. Meghallgattuk ezt a híradót. Szerintem én mostantól nem fogok ilyenekkel foglalkozni, nem szeretnék ezzel foglalkozni semmiképp. Én csak megmutattam, hogy egy híradó mögött mik vannak, mi van betéve az igaz információk mögé, meg közé, meg mellé, hogyan fertőzik meg az embernek a szellemét, az ő elmét, az ő szívecskét, az ő lelkét. És amikor a fertőzés megtörtént szellemileg, utána már jöhet az influenza is, úgy is ráfogjuk azt arra, hogy az koronavírus, és az ember is fog patkolni napokon belül, főképp, hogyha az antibiotikumokkal, meg különböző szerekkel lebutítjuk az ő immunrendszerét. Azt ígértem a kedves hallgatónak, kedves nézőnek, hogy kezdem a szomorú hírekkel, és fogom folytatni a jó hírrel, a megoldás javaslattal, ahogy tetszik. És elmondom azt, hogy tapasztalatból ugye, hogy épp a napokban én is elkaptam egy viruskát, nem tudom pontosan milyen vírus volt, feltehetőleg valami koszorúvírus lehetett, nem koronavírus, mert még élek. Mit tapasztaltam? Azt tapasztaltam, hogy a vírust, ahogy elkaptam, aznap este picit, hogy meggyengültem, kicsit üsszögtem, ugye, meg ilyenek. Hát mit csináltam?
mit tehettem volna mást, mint azt, hogy pihentem, magamba fordultam, elmékedtem, imádkoztam, fohászkodtam. Nem félelmembe, hanem engedtem, hogy az Úristen kihasználja ezt a kényszerbőtöt és segítsen nekem. És az történt, hogy még ezt is felhasználta az Úristen az én javamra. Tehát szinte azt kell mondjam, hogy az ember kéne vágyakozzon arra, hogy közben-közben megbetegedjen. A betegség az embernek a barátja. Az igazságot szerető ember számára a betegség barát, mert egy ilyen kényszerbőtöt biztosít számára. Ezt már többször mondtam, hogy ha az ember kicsit legyengül, megbetegszik, és rögtön elrohan a patikába, a kórházba, azáltal ő eldobja a szembesülés, valamint az igazság megismerésnek a lehetőségét magától. Aki eldobja az igazság megismerésének a lehetőségét magától, az folyton még a hazugságot issza, és el fog pusztulni. Először az ő szelleme, majd az ő teste, és a lelke is. Ez van. Én ezzel a kis koszorú vírussal, amit kaptam, megmondom őszintén, hogy egy napig voltam gyenge. Tehát azon az estén, amikor kicsit meggyengültem, és másnap is gyengének éreztem magamat, tüsszögtem, elhasználtam egy csomag papírzsebkendőt körülbelül, de viszont a közben is jöttek a megértések, és két erős videót készítettem. És megtapasztaltam azt, amit Pál apostol mondott, hogy én akkor vagyok erős, amikor gyenge vagyok. Amikor nem a saját erőmben bízom, bizakodom, akkor vagyok igazán erős. És tényleg azt kellett megértenem, hogy az én gyengeségem Isten kezében erő. Engemet abban a gyenge állapotban is meg tudott erősíteni az Úristen, és adott olyan gondolatokat az én szívembe, az én ajkaimra, amelyek segíthetnek embertársaimon. Úgy igazából azt kell mondjam, amit Pál apostol mondott, hogy az igazságot szerető ember számára, az Isten szerető ember számára minden a javára válik. Aki az igazságot nem szereti, aki az ATV-t figyeli folyton, meg a társait, azt a legkisebb influenza is kivégzi előbb vagy utóbb. Ez teljesen biztos, igazából. De viszont az a személy, aki az igazságot szereti, aki éhezi azt, szereti az Úristent számára, a mindenható mindent a javára fordít. A koronavírust, a koszorúvírust, mindenfajta baktériumot javára fordít, és akinek egészséges a lelke, a szelleme, az igazság által, az könnyen meggyógyul, mert az igazság az felszabadít. Nem csupán a fizikai rabságból, a betegségből, mindenféle rabságból az igazság képes az embert felszabadítani. Úgyhogy ezt csak úgy bizonságképp mondtam el, hogy ilyen a betegség akkor, amikor közben az ember vágyakozik az igazságra, Istennek a közelségére. Tehát Isten kezében még a betegség is, még a gyengeség is egy nagyon jó eszköz arra, hogy megmentse, megigazítsa, megtisztítsa az ő gyermekét. Közben meg is mutatnám, hogy melyik két videót készítettem, miközben volt ez a koszorúvírus, amit kaptam én, ugye, az elmúlt napokban. Igen, azt hiszem, hogy 24-e volt az, igen. Éppen most megmutatom azt a két videót, amit készítettem a koszorúvírus kísérletében. Tehát, ha valaki rámegy a Lagatinta kiáltó szópusztában YouTube csatornára, ott a legújabb feltűtések között megtalálja a 24-i videókat. Egyiknek a címe az, hogy alatok szerint, hogy üdvösség és kárhozat fogalmak jelentése. Egyik videó ez, amit akkor készítettem, amikor úgymond beteg voltam, le voltam gyengülve. És a másik videó pedig az, hogy a tudás nem információ. Ez a másik videó. A tudás nem információ. Tehát ez a két hanganyag készült, miközben elvileg én beteg voltam, le voltam gyengülve egy picit. Amit ugye mellesleg az Úristen a javamra fordított.
két olyan videó szerintem, amit, hogyha az ember megért, elképzelhető, hogy egy picivel elébb fog kerülni, és távolabb a koronavírustól, és az összes többi propagandától, amit terjesztenek a világhálón, terjesztünk a világhálón, ugye, mi emberek nagy buzgóságunkban, tudatlanságunkban, és a vallások, amit terjesztenek. Üdvösség és kározat fogalmak jelentése szerintem nagyon fontos megérteni, mert másképp az ember nem tudja elkerülni azt, hogy a babonákban maradjon, babonákban éljen. De aki megérti, hogy mit jelent valójában az üdvösség és a kározat, annak az embernek már megvan az eszköz ahhoz, hogy megszabaduljon mindenféle hazugságtól, babonasságtól, megtegyen az ő élete igazsággal, és immunissá váljon a koronavírusra, és más hazug információra, ami hosszú távon úgy megfertőzheti őt, hogy nem fog tudni abból már kigyógyulni. Megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Van egy érdemleges hozzászólás. Egyszerű megoldás, főtér. Ja, igen, oké, ismerem. Közben egy a hitgyülekezetének az elkötelezettje, ugye megvádolt engemet, ugye most hirtelen élvezi azt, hogy én saját magamat megaláztam. Jó van, Zoltán, rendben van. Lényeg az, hogy te ismerd az igazságot, járj az igazságban, és azt tud megmutatni az embertársaidnak. Az, hogy én tévelgek, oké, tévelgek. Ezt itt is mondtam azt, hogy engemet senki ne kövessen. Senki ne kövessen senkit, mert aki embereket követ, az még mindig be van csapva. Az én dolgom csupán annyi, hogy felhívjam az embertársaim figyelmét arra, hogy Krisztus valóban feltámadt, nem csupán meghalt, fel is támadt. Amit ő mondott, mind igaz. Az Úristen él, és mindenkinek kijelenti magát, és mindenkit meggyógyít a koronavírus fertőzésből. Ami az agyban van, legtöbb embernek egyelőre csak az agyában van a koronavírus, nem pedig a vérében. Ezért is mondtam azt, hogy a koronavírus nem úgy terjed, ahogy azt mondják a televízióban, a Facebookon, a YouTube-on, hogy légutakon keresztül, meg a véren keresztül, meg nem tudom én hogy, hanem a szemen és a fülön keresztül terjed a koronavírus. És aki ezt megérti, az ember megszabadul, tehát már teljesen közel van a szabaduláshoz. Abban a videóban, aminek a címe az, hogy a média hazudik, itt a képernyőn is látszik, hogy fel van tüntetve a lényeg. Nem az a vírus öli meg az embert, amely a szájon és az orron át jut be, hanem az, amely a szemein és a fülein keresztül kerül be az ő életébe. A Hír TV-n keresztül, a Blikken, a Hitgyülekezeten, Netflix, ATV, YouTube, HVG, HBO, Google, Facebook, Euronews és társai. Az a vírus öli meg az embert, nem pedig az, amelyik a légutakon keresztül. A légutakon keresztül, hogyha bőle kicsi, mit tudom, egy kis víruska, hát neki is élni kell. Adunk neki is egy kis, mit tudom én, életteret. Nem az fog megölni, nem az influenza, nem a nátha fogja megölni az embert. És nem is a koronavírus, hanem az, amit itt a képernyőn láthattok. A főáramú média, ami megfertőzi az embernek az elmét, az istentelen ember elmét, mert az Isten szerető embernek az elmét nem képes megfertőzni, mert annak az elméje tele van az Úristen igazságával, az ő jelenlétével, és nem azzal, amit mondanak ezek a médiumok, a vallások, az ATV, a Hír TV és a társaim. Én röviden annyit szerettem volna elmondani. Ismételném azt nagyon röviden, három mondatban a lényeget, amit ki szeretnék emelni. Tehát ugye az volt az első dolog a híradóban, hogy a Kínában a vírus a bankjegyeken keresztül is terjed. Ezt próbálják propagálni. Ezért a készpénznek annyi. Marad a bankkártya, és jöhet a mikrocsip. Ez a híradó azt is elősegíti az emberekben, hogy hozzászokjanak ahhoz, hogy nem lesz készpénz, hogy csak a bankkártya lesz. A bankkártyát meg bármikor le tudják tiltani, és az ember rá lesz kényszerülve arra, hogy bevegye a mikrocsipet, a fenevad bélyegét, ami benne van a jelenések könyvében. 666, az a mikrocsip. Ez a lényege. Hogyha terjed a vírus ugye a pénzen keresztül, hát amúgy is a pénzen keresztül terjed a mammon által, terjed a hazugság által, terjed a vírus, ez teljesen biztos. De viszont ez a propaganda arra volt jó ebben a videóban, hogy az embereket hozzászoktassa ahhoz, hogy nem lesz készpénz, csak kártya.
a kártyát bármikor bevonhatják, és akkor jött a mikrocsip, ami kötelező. És aki felveszi a mikrocsipet, ugye a fenevad bélyegét el lehet olvasni jelenések könyvében, annak az embernek annyi befellegzett. Egy darabig még él itt a Földön, utána meg annyi. Utána globális pánikkeltés, az a kutya harap, amelyik fél. Az az ember fog támadni, amelyik fél. Az az ember, aki fél, nem tud nem ártani embertársainak. Tehát nincs ahogy ne ártson az az ember, aki fél, aki megvan telve félelemmel, koronavírus propagandával. És aki nem ismeri az igazságot, nincs ahogy ne féljen, nincs ahogy elkerülje a félelmet, nincs ahogy lehetetlen, hiába mondja a papbács, hogy ne félj, Móriczka vagy Jóska bács, ne féljen, ő továbbra is félni fog, mert nincsen igazság benne, csak vallás, meg hazugság az ő elméjében. A másik érdekes dolog az, amit megfigyeltem, hogy a szektavezéreket is megfertőzte a koronavírus, a koszorúvírus. Ezért is hívják fel ismételten a követőik figyelmét arra, hogy tartsák távol magukat a kiáltószótól, az olyan emberektől, mint én. A vallási vezetők mindenhol, a YouTube-on meg mindenhol egyre többször tapasztaltam ezt, hogy felhívják a híveik figyelmét arra, hogy én bennem démon van, bennem ördög van, bennem Lucifer van, én vagyok az Antikrisztus és társai, ilyen babonákkal próbálják az embereket távol tartani az én videóimtól. Úgyhogy ennyit a vírusról, röviden és tömören. Viszont ugye, mint hallottátok, el volt mondva a megoldás is, aki személyesen Istenhez fordul, megtapasztalja az ő élő valóságát, az ember megmenekült, múlt időben mondom, mert a menekülés maga elvégeztetett Krisztus által, aki őt megismeri, az a személy teljesen biztos, hogy megmenekül. Ehhez én mindenkinek sok sikert kívánok, és az Úristennek a bőséges áldását. Amit hallottatok, amit ebből a videóból kaptatok, azt ingyen kaptátok. Ingyen adjátok tovább, hogy gondoljátok, hogy hallottatok valamilyen értelmes információt, ami tényleg segíthet valakinek megszabadulni a propagandától, ettől az úgynevezett koronavírustól, és minden más olyan dologtól, ami az embert elveszítheti, ugye az ő elméjén keresztül. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!